Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió szerda esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! 3 millió forinttal támogatja Lázár János a vásárhelyi és a makói kórházat. Makón gyártják a német hadsereg bútorait. Megkezdték a Makói Maros híd felújítását. 3 millió forintot utalt át Lázár János országgyűlési képviselő a Hódmezővásárhelyi és a Makói Kórháznak, hogy ezzel is segítse az egészségügyben dolgozókat a koronavírus elleni harcban. A főigazgató elmondta, óriási ereje van egy ilyen felajánlásnak, emellett minden adakozó adományát megköszönte. Támogatom a kórházunk munkáját, az ott dolgozók hűséges küzdelmét, támogassa ön is. Ezzel a gondolattal kezdte csütörtöki bejegyzését hivatalos közösségi oldalán Lázár János, a térség országgyűlési képviselője. Úgy fogalmazott, ma reggel 3 millió forintot utaltam át az életünkért, egészségünkért, Hódmezővásárhely és Makó lakosságáért alapítvány számlájára. Tudom, hogy a járvány sokak számára tette bizonytalanná a jövőt, minden család kétszer is meggondolja, mire költ. Most azonban minden fillér számít, egy-kétezer forintos adomány is életet menthet. Világszerte az a jelszó, hogy maradj otthon. Mi egészítsük ki ezt egy másikkal is, maradj ember. Jogosan várjuk az állam és az önkormányzat segítséget a bajban, de a lehetőségeinkhez mérten mindannyian ki kell vennünk a részünket a küzdelemből. Nem csak az otthonmaradással, hanem a helyi hősök támogatásával is. A Csongrád megyei egészségügyi ellátóközpont főigazgatója köszönetét nyilvánította ki a nemes felajánlásért. Olyan helyzetben vagyunk, Makói és a Hódmezővásárhelyi Kórház is, amikor minden segítség jó, hogy rendkívül nagy ereje van az erkölcsi támogatásnak is, és én azt gondolom, hogy ebben a gesztusban mindkettő beleérthető és belefoglaltatik, hiszen ez jelképezi azt, hogy képviselő úr a kórház működését nem csak anyagi, hanem erkölcsi értelemben is első között igyekszik támogatni. Természetesen egyéb támogatóink is vannak, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezúton is képviselő úrnak és minden támogatónknak, hogy az intézményünket, a Makói és a Vásárhelyi Kórházat is az alapítványon keresztül támogatta. A főigazgató hozzátette, a pénzt a járvány megelőzésére és az esetleges kezelésre használják fel, Hódmezővásárhelyen és Makón is. A megyénkben jelenleg 52 igazolt fertőzött van. Az alapítvány a további felajánlásokat a képernyőn látható számlaszámra várja. Egy új fotel Imás filmjének az elkészítésére kérte fel a Makói Városi Televíziót Gábor Zoltán, a Duokor Ipari BT ügyvezető igazgatója. A cég elsődleges és legnagyobb megrendelője a németországi hadsereg, akiknek a dolgozók folyamatosan gyártanak kaszárnyabútorokat. A németországi hadügyminisztérium 3 évvel ezelőtt egy olyan projektet indított el, melynek célja az volt, hogy a fiatalok számára otthonosabbá tegyék a katonaságot. Ennek egyik eleme az volt, hogy új dizájnt, megjelenést kölcsönözzenek a kaszárnyabútoroknak. A munka fejlesztéséből a Makói Duokor Ipari BT is kivette a részét. Ehhez technológiai fejlesztéseket is végre kellett hajtanunk. És hát jelen pillanatban is egy komoly átszervezésben vagyunk a Duokor részén. Az elmúlt évben végrehajtottunk egy komoly beruházást. Ennek van következménye, tehát az egész cég területére vonatkozóan különböző területeket helyezünk át a gyár egyik végéből a másikba. A projekt végéhez közeledve a makói tervezők nemrégiben egy új fotelmodellt fejlesztettek ki, melyet televíziónak is megmutattak. A bútordarab teljes egészében városunkban készült. Ez egy fényvázas fotelről szól, amely egy csavarósos emelésre, tehát nem gázrugóval vagy elektromosan működtethető a magasság emelése. Ugyanakkor ez egy habosított, öntött fotel, amelynek a kárpitozását, az összeszerelését a mi szakemberénk végzik.
Az ügyvezető igazgató azt is elmondta, a veszélyhelyzetben még nagyobb figyelmet szentelnek dolgozóik egészségére. Ennek tekintetében 3 hónapra elegendő multivitamin készítményt osztottak szét a közelmúltban. Nettó 525 millió forintból újjászületik a Makói Maros híd, tájékoztatott a napokban a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A létesítményen a tegnapi napon kezdődtek meg a munkálatok, amelyekre szükség is volt, mivel már hosszú ideje nem történt felújítás a hídon. A közút arra kér minden közlekedésben résztvevőt, hogy figyelmesen és fokozott óvatossággal közelítsék meg az említett útszakaszt. Kedden, vagyis a tegnapi napon kezdődött el a Makói Maros híd renoválása. Hadabás Zsolt, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Csongrád megyei igazgatóságának műszaki vezető mérnöke televíziónknak elmondta, az említett létesítmény már hosszú ideje szerepel a híd felújítási listán, és most sikerült megfelelő forrás biztosítani ahhoz, hogy munkához láthassanak. A híd teljes körűen felújításra fog kerülni, aszfaltburkolat, szigetelés, szegélyek, korlátok, teljes egészében újramázolásra kerül a híd, ki lesz megcserélve a dilatációk, a saruk, sőt még a medernek is a burkolás el lesz igazva a pilléreknek a hídfőkörnyéken. Ez 525 millió forint nettó a szerződés szerinti vállalkozási díj. A szakember kiemelte, a rekonstrukcióra azért van szükség, mert a híd általánosan leromlott állapotban van. Az útburkolat rossz minőségű, foldozott, több helyen pedig a vasszerkezet festése felett is eljárt már az idő, és a rozsda is számos felületen felütötte a fejét. A munkálatok ideje alatt természetesen az ott folyó forgalomban különböző változások lépnek életbe. Hadabás Zsolt erről is tájékoztatta szerkesztőségünket. Az előre látható, hogy a szerződés szerint 7, az a 7-es hónapot vesz majd igénybe. A forgalom korlátozás az pedig jelen pillanatban csak a szélső sávban lekorlátozva, úgyhogy kétirányú forgalom is folyik, ez kb. 10 napig fog fönnállni, utána pedig félpályás útzár jelzőlámpás forgalom irányítás mellett. Arra kérjük a közlekedőket, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebesség betartásával, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek. A javítási munkák idején torlódásra lehet majd számítani, ezért ajánlott az autósoknak tájékozódni az útinformnál az aktuális forgalmi helyzetről. Fontos tudnivaló, hogy az első 10 napban 40, a munkák további részében pedig 30 km/órás sebességkorlátozás lesz életben. A szakember hozzátette, a felújítás érinti a híd szegélyeit is, valamint az azokban lévő közvilágítási vezetékeket, ebből kifolyólag a rekonstrukció ideje alatt az nem fog üzemelni. Ezért is elsődleges, hogy az ott közlekedők türelmesen és körültekintően járjanak el az elkövetkezendő hónapokban. A Makói Városi Televízió nézői húsvét vasárnap otthonaikban követhették végig a római katolikus felekezet és a belvárosi református egyházközség istentiszteleteit. Utóbbi keretében Kondrát Zoltán elnök lelkész hangsúlyozta, Jézus vezetésével Istennek tetsző életutat járhatunk be, tiszta örömforrásokra tehetünk szert. Mindannyiunknak szüksége van Jézusra, aki feltámadása és mennybe menetele óta szent lelke és igéje által van köztünk. Hangzott el az ünnepi prédikációban, mely a járványhelyzet miatt zárt ajtók mögött zajlott. A lelkész kiemelte, ne tévesszen meg minket, hogy nem úgy találkozunk vele, mint az első szemtanúk. Ettől kegyelme, hatalma és valósága nem lesz kevesebb. Krisztus megszólít bennünket és megmutatja, hogy kik vagyunk. Isten gyermeke vagy! Az vagy, akinek meg kell tanulnia tájékozódni ebben a világban. Akinek tudnia kell, hogy mi az igaz és mi a hamis. Hogy mi a tiszta és mi a tisztátalan. Hogy mi Isten akarata és mi nem az. Azért, mert Isten rád bízta ezt a szép világot. És rád is fog majd egyszer bízni gyermekeket, akikkel majd megélheted az életnek meg annyi tiszta örömét, és azzá lehetsz, akinek Isten megálmodott téged, és ez a legtöbb, amit egy ember elérhet ezen a földön.
Sokak tűnődnek most sorsukon, hogy vajon mi lesz velük, gyermekeikkel, valamint hozzátartozóikkal, tette hozzá Kondrát Zoltán. Ebben a nehéz időszakban segíthet, ha mi is teszünk pár lépést Jézus felé. Adj hálát az életért, még akkor is, amikor az életellenes erők elkezdtek egy vad vágtába körülötted, óvd az életet, tartsd Jézus közelében az életet, és térj majd vissza azok közé, az Úr templomába, akik ismerik az Urat, mert tőle nyerték az életet. A Makói Városi Televízió YouTube csatornáján és Facebook oldalán újra nézhetik az ünnepi istentiszteletet. A szertartások közvetítését az elkövetkezendő időszakban is folytatjuk. Legközelebb április 19-én, vasárnap 10 órától hallhatják a református igehirdetést. Tegnap járt le 2 hetes házi karanténja annak a makói kötődésű előadóművésznek Tóth Jonatánnak, akit egy tengerjáró hajón ért a világjárvány. Kálváriájáról és a bezártságban töltött időszakról videóüzenetben számolt be televíziónknak. A Makói Általános Iskola Bartók Béla Tagintézményének növendékeként végzett évekkel ezelőtt Tóth Jonatán, aki Kilinger Ildikó tanárnő szárnyai alatt sajátíthatta el a zene és az éneklés alapjait. Ez kamatoztatva ma már előadó művész. 5 éve óceánjáron, mint színházi énekes dolgozik. Legutóbb egy olasz hajótársaság felkérésének tette leget. Jonatán egy összesen 5000 utas befogadására képes közel 1400 fős személyzettel útnak indított hajón egy 1600 fős színházteremben szórakoztatta a közönséget majd minden este. A 22 napos útnak március 9-én vágtak neki. Kirándulások elején felfedezték Brazíliát, Argentinát, Uruguayt, majd bekövetkezett a baj. Egy hosszabb nyílt vízi utazás alatt március közepén értesültek a koronavírusról, és arról is, hogy az olaszok és a spanyolok lezárták a határaikat. Így csupán a monumentális úszómű feltankolására volt lehetőségük a mediterrán országban. Azt vettük észre, hogy kiszállítottak vagy elszállítottak egy utast. Én csak annyit láttam, hogy ott van a mentős kocsi, mentőautó, és aztán pár órával később a gyanunk megerősödött, hiszen bemondta a kapitány, hogy nagyon sajnálja a szomorú hírt, amit közölnie kell, de az, akit elszállítottak, utas pozitív korona vírussal szállították el. Nem azt mondom, hogy kitört a pánik, mert azért ilyenről nem volt szó. Tehát mindenki nagyon fegyelmezett volt, viszont nyilván azért benne volt a pakliban, hogy na mi van, hogyha bárki érintkezett ezzel az utassal, vagy... Hozzátette, a második teszt után kiderült, hogy vaklárma volt, azonban elkezdték a hajóutasainak hazaszállítását különféle megoldásokkal. Jonatán március végén utazott Lisszabonból Londonba. Meglepődve tapasztalta, hogy a máskor nyüzsgő és zsúfolt repülőterek most üresen kongtak, az utcák és a boltok is kihaltak voltak. Hazaérkezésekor a Liszt Ferenc repülőtéren már várt egy orvoscsoport, akik többek között a lázát is megmérték. A helyszínen, bár tünetmentes volt és azóta sincs baja, a repülőtéri rendőrigazgatóságtól egy átfogó járványügyi tájékoztatást kapott, amiből megtudta, milyen szabályok vonatkoznak rá. Ennek legfontosabb részleteibe most beavat minket. A járványügyi megfigyelés időtartama alatt otthonában köteles tartózkodnia, azt nem hagyhatja el, otthonában vendéget nem fogadhat. Köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket használni, azokat otthonában tisztítani és tárolni. Szükséges egészségügyi ellátás esetén köteles a kezelőorvossal, ügyeletes orvossal előzetesen egyeztetni. Valamint a légúti tünetek megjelenése esetén köteles azonnal a házi orvos vagy az ügyeletes orvost értesíteni. És gyakorlatilag itt van, hogy felhívja a figyelmet, hogy aki járvány idején az elrendelt járványügyi elkülönítés megfigyelés zárlat, vagy a 2 hetes karantént hasznosan töltötte, nem unatkozott Jonatán, mivel elkezdett spanyolul tanulni, valamint gitározni is. Ez alatt folyamatosan tartotta a családjával, barátaival a kapcsolatot, de nagy könnyebbség számára, hogy a szigorú elzárás tegnap lejárt. Érkezzenek a legfontosabbak, még egyszer röviden. 3 millió forinttal támogatja Lázár János a vásárhelyi és a makói kórházat.
Makón gyártják a német hadsereg bútorait. Megkezdték a makói Maros híd felújítását. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, ezután a Szent Mise az utolsó vacsora emlékére című római katolikus szertartást tekinthetik meg. Később az Elveszett napló nyomában című történelmi dokumentumfilmet tűztük műsorra, végezetül pedig a Csoportkép című dokumentumfilmet mutatjuk meg önöknek. Kedves nézőink, ez volt a szerda esti híradó, legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is, és addig is vigyázzanak magukra és egymásra, viszontlátásra!